Az elsőt nem teljesen logikus módon egyébként a bevezető oldalon ellentétben én az LVM-re szavaztam, hogy én ezzel kezdeném. Ez az, ami egy picit bonyolultabb, mondjuk logikusabb lenne talán a réddel kezdeni, de kezdjük ezzel egyszer azért, mert ez kicsit több parancsot, kicsit több nem feltétlenül meglevő információ megtanítását igényli. A réddél nagyjából az, hogy van egy szál parancs, és annak van 20-30 opciója, amikor négyet fogsz használni, azért az nem tűnik olyan túl bonyolultnak, az se triviálni. Az LVM azért ehhez képest mindenképpen bonyolultabb. Próbáljuk meg még egyszer összeszedni az alapokat, azzal együtt is, hogy eddig már minimum kétszer utaltam rá, meg beszéltem róla, most menjünk rajta végre, ténylegesen végig. Első lépés. Az LVM tulajdonképp a régi, meglehetősen rugalmatlan particionálás kiváltására használható, azzal együtt is, hogy mit mondta, úgy kezded a dolgot, hogy particionálod, de ne szórakozzunk már. Szóval, elvileg arról van szó, hogy a diszk területeket valamilyen furmányos módon egy ilyen virtuális tároló kupaccá alakítom át, amely tároló kupacnál, a tárterületnél az a lényeg, hogy számodra majd, hogy nem azt mondhatnám, hogy akár adminisztrátori szinten is, nem kell tudni arról, hogy a tárterület az fizikailag hol helyezkedik el. Elismétlem, ez abban az esetben, hogyha neked a redundancia fontos, vagy az adatbiztonság valamilyen szinten fontos, kicsit furcsa, mert hogy na milyen jó hangzik már az, hogy eltárolok valahol egy adatot, és utána nem tudom megmondani, hogy hol van. Nyilvánvalóan egyrészt meg tudod mondani, másrészt, és ez a fontosabb, a normál használat során nem is kell tudnod, hogy hol van. Nem bőven elég, hogyha az adatra valamilyen módon hivatkozol, és az operációs rendszer elő tudja bányászni. Kell neked fizikailag tudni, hogy az ötben levő diszk melyik partícióján van, melyik szektorának melyik adatblokkjában van. Aki erre igennel válaszol, akkor azért megkérdezhetném, hogy nála melyik partíció, melyik szektorában található mondjuk a Word Excel. Mert ugye látható, ott sem tudod, és ott sem érzed feltétlenül szükségét. Pedig nyilvánvalóan az sem jó, ha elveszik. Itt ugyanerről van szó. Na most, tehát, ha eltekintünk attól, hogy még nehezebb megmondani, hogy fizikailag hova került a diszken, vagy diszkeken az adat. Ennek az LVM nevű eszköznek még egyszer az a lényege, hogy te ezt rugalmasan tudod szabdalni, összeragasztani, használni. Tehát, hagyományosan berakunk két diszket, azt a két diszket megparticionáljuk, lesz két darab teljes diszkméretű partíció. Az egyiket látjuk C, a másikat D eszközként. És utána folyamatosan azon lavírozunk, hogy amikor telepítünk valamit, akkor azt most a C-re kell, vagy lehet a D-re is, illetve hogyha a D-re telepítem, akkor ez hol okoz neki fájdalmat. Ugye így szokott kialakulni az a kedves elv, hogy hát van két diszk, a rendszerdiszk, és minden szart erre rakok, meg a felhasználó adat diszkje. És amikor a rendszer már végképp az összeomlás határán van, vagy már egy végképp elkerülhetetlen azt, hogy én végigvárja egy bekapcsolásnak a normál menetét, akkor újra húzok és a C-t azt piszkáljuk, de a D az ugye ott van magában. Ez egy nagyon jó elválasztása a dolgoknak egészen addig, amíg ezt a korlátban tudod tartani. Akkor kezdődik a dolog bonyolultá válni, amikor jön az, hogy de már nem fér a C-re valami, ellenben neked telepítened kell, vagy már nem fér a user területre valami, ellenben még tárolnod kell valamit. És akkor jönnek a mindenféle nyakatekert megvalósítások, hogy a C-n fönt maradt szabad területre elkezdek bizonyos dolgokat átrakni. Természetesen félreértés ne essék, ezt lehet ezen a C-t meg D-t használó környezetben is ennél intelligensebben megcsinálni, de azért többségében így szokták.
Na most az LVM meg azt mondja, hogy felejtsd el és ne így szokt. Ez, amit most elmondtam, ez az, amikor a diszket particionáljuk. Jó, egy diszk, egy partíció. Ha nagy diszket vettél, nagy partíció, kicsit-kicsit. De mint mondtam, maga a particionálás hihetetlenül rugalmatlan. Próbált valaki mondjuk egy adott operációs rendszer gyárilag elérhető eszközeivel egy partíciót arrébb tolni? Nem arról van szó, hogy nincs ilyen eszköz, én is tudom, hogy van ilyen eszköz, de azt minimum le kell tölteni a netről, hogy legyen, és vannak mindenféle feltételek, aminek teljesülése esetén majd működik, vagy nem. Oké, és hogy oldod meg azt a problémát, hogy ketté vágtál egy diszket, az egyik nagyobb lett az igényednél, a másik ezzel szemben kisebb. Ha hagyományosan particionáltad, akkor ezt hogy oldottad meg? Amikor kiderült, hogy sajnos kéne a nagyobb szabad területtel rendelkezőből egy kicsit áttenni a kisebbbe. Könnyű, egyszerű, csak egy szimpla mentés az egész. Aztán egy újra telepítés, aztán egy visszatöltés, visszakonfigurálás. Végül is jobb esetben ezt azért 4-5 óra alatt lehet zavarni. Félreértést ne essék, biztos van ember, aki ezt megcsinálja mondjuk 2 óra alatt, abszolút 1 óra alatt. Akkor ez pont 1 órával több állásidő annál, mint amennyit egy értelmes tervezés esetén rá kéne szánni a dologra. Az LVM lényege ugyanis az, hogy ne abból induljál ki, hogy neked ennyi helyed van, és ezt mind tele kell nőni. Abból induljál ki, hogy hát ugye reálisan ide kell 20 giga, oda 30, oda 40. Ez úgy biztos kell. A többi az meg ott áll, és parlagon hever. Majd akinek kell, az utólag megkapja. Futtában, röptében, egy perc állásidő nélkül. Vagy rosszabb esetben, ha az elején nem jól választottál valamit, akkor lehet akár 3 perc állásidő is. Vagy ha a gép 10 percig bútol, akkor 15 perc állásidő, de nem 1-2 óra. De értelmes tervezéssel gyakorlatilag 0 állásidővel a probléma megoldható. Ez úgy néz ki, hogy elfelejtjük a hagyományos particionálást és a következőt mondjuk. Azért particionáljuk a diszket, mert valamiért annó a PC hőskorában úgy gondolták, hogy a diszket particionálni kell. Pont. Technikailag még csak nem is kellene particionálni, anélkül is lehetne használni. Ennek ellenére gyakorlatban mindig azt mondják, hogy tehát, ha elvémet akarsz használni, akkor a diszket úgy particionál, hogy csinálsz rá egy darab a teljes diszket lefedő partíciót. Ennek a partíciónak beállított az azonosítóját, hexa 8 erre. Jó, tök mindegy. Ezt úgy hívják, hogy Linux LVM Type. Na most, következő lépésként ez a diszk, ez még egyébként ugyanúgy használható lenne a előbb taglalt swap terület fájrendszer struktúrában. Viszont tovább megyünk, elkezdjük bekonfigurálni ezt a virtuális diszk réteget. A partíciót előkészítjük az LVM használatára, úgynevezett logikai kötetet hozunk létre, bocsánat, fizikai kötetet hozunk belőle létre, physical volume-nak hívják, és magát a parancsot is úgy hívják, hogy PV create. Ugye ahogyan az eddigiek során ugye az SDA perifériát particionáltuk, most is ezt tesszük, az így létrejött SDA 1 partíció lesz az, amit odaadunk a PV-create-nek. Ez olyasmi, mint a formázás, csak nem fájrendszer metainformációkat, hanem az LVM működéshez szükséges metainformációkat hozza létre. Innentől ez a partíció az LVM-mel használható. Ha ez megvan, akkor néhány ilyen LVM használatra előkészített eszközt összefogunk és csinálunk egy virtuális diszket. A virtuális diszk hivatalos elnevezése az, hogy volume group vagy kötet csoport. És a parancsot megdöbbentő módon úgy hívják, hogy vg-create. Na most, a vg-create
egyrészt egy nevet vár, hogy ő milyen nevű virtuális diszket fog létrehozni. Ez a végigkrét első paramétere, az adott példában az, hogy Warp 1. Maradék paraméterként azt várja, hogy mely diszkekből, vagy ugye ilyen előkészített fizikai kötetekből kell létrehozni ezt a virtuális diszket. Azaz, ugye a PV Creator felkészített partíciókat kell megadni. Amúgy, ha nincs felkészítve PV Creator, akkor vissza fog szólni, hogy nem nyert, nem használható az LVM-mel. Tehát az adott példában az látszik, hogy miután ugye nem írtam le, hogy a három partíciót mind a hármat ugyanúgy előkészítem, tehát mind a háromra kellett persze egy PV Creator. Ha elő vannak készítve, akkor azt gondolom, hogy végékriét, ugye a név, amivel a későbbiek során erre a perifériára hivatkozni fogok, és álljon a periféria az SDA1, SDB1 és SDC1 partíció. Ez az a pont, amikortól gyakorlatilag megjelent egy új diszk. Ez a diszk, ez a PerDef per Volgroup 1 diszk. Ez így persze nem szép, meg technikailag nem is igaz. De ez már majdnem úgy használható, mint egy diszk. Nagyon jellemző tulajdonsága, hogy valahol az itt felsorolt három diszk valamelyikén vannak, vagy lesznek majd rajta az adatok. Nem tudjuk, hogy hol, valahol. Na most, előkészítettem ezt a kötet csoportnak nevezett valamit, amire én mondom, olyan, mintha ez egy virtuális diszk lenne. Akkor ugyanazokat a lépéseket kell csinálni, mint amit egy valódi disznél csinál az ember. Valódi disznél a használathoz fölszabdalom a diszket, azaz ugye particionálom az F-diszkkel. Na most ez annyiban tér el, hogy itt a virtuális diszket már nem az F-diszkkel particionálod, hanem a logikai kötet létrehozására alkalmas LV-create parancsol particionálod. A particionálásnál normál körülmények között két paramétert szoktak legalább megadni, általában inkább hármat. Az egyik nyilván az, hogy melyik az a diszk, amit szétszabdalok. Tehát ugye a kötet csoport neve. Ahogyan az F-disznél is azt mondom, hogy az SDA diszket tudom particionálni, az LV-create-nél is azt mondom, hogy a Wallgroup egy nevű virtuális diszket akarom szabdalni. Ha felszabdalom, akkor nyilván meg kell adni legalább még egy paramétert. Mérete tipikusan, mégis mekkora szeletet akarok a továbbiakban használni. Ez az, ami a példában a mínusz nagy L opcióval megadott méret információ. Hát, mint a példá vagy a kivetített szövegben látszik, jelen pillanatban azt mondtam, hogy 100 megabyte méretű szeletet akarok létrehozni. Elismétlem, ha akarod egyébként, tudható, de normál körülmények között nem tudod, hogy ez a 100 megányi hely a három disznek mely részét fogja elfoglalni. Akit a dolog érdekel, utána olvashat, nagyon precízen meg van határozva, hogy honnan és milyen algoritmussal szedi elő a diszterületeket, amiket arra használ, hogy ezt a virtuális diszk virtuális partícióját létrehozza. Na most! Az a pont, amikor azt mondtam, hogy LV create, és ez sikerrel befejeződött, az a pont, amikor tulajdonképp azt mondhattam, hogy a diszk használatával készen vagyok. Van egy diszken, jó, virtuális, és azon a diszken van legalább egy partíció, jó, hát virtuális a partíció. És elvileg ugye a virtuális diszk virtuális partíciójával csinálom ugyanazt, mint amit a valódi diszk valódi partíciójával csinálod. Azaz. Swappet akarsz rá? Akkor azt mondod, hogy mkswap a hozzátartozó eszközfájra. Fájrendszert akarsz rá? Akkor még fájszisztem a hozzátartozó eszközfájra. Amiből nyilvánvalóan marha jó lenne tudni, hogy de mi az eszközfáj. Ugye ott szerepel az információ. A perdev per kötet csoport név az egy könyvtár ennek a virtuális disknek. Mondjuk úgy a könyvtára, és amikor a virtuális diszk virtuális partícióit létrehoztad,
akkor ezek megjelennek ebben a könyvtárban. Tehát az LV Create után ebben a könyvtárban lesz egy valamilyen nevű eszközfájl, és ez az az eszközfájl, amit te diszkként használva erre a virtuális partícióra írsz. Na most, mint mondtam, hogy az LV Create-nél két paramétert szoktak megadni, bár igazából a három az, ami reális. Ha akarod, akkor te megmondhatod, hogy mi legyen a neve a virtuális partíciónak. Erre szolgál az LV Create -N opciója, N mint name nyilvánvalóan. Tehát ha te úgy döntesz, hogy ezt most úgy fogják hívni, hogy második partíció, akkor LV Create -N második partíció, eredményeképpen létrejön a per dev per volume group neve per második partíció nevű file. Ha nem adod meg ezt az L opciót, bocsánat, nem adod meg az N opciót, az annyi van változtat a tényen, hogy akkor valami gyári elnevezés lesz, ami érvényre jut. Hát a példa elég jól mutatja, ja, én nem mondtam nevet, ő létrehozta az L0-a, azaz Logical Volume, azok közül is ugye a legelső az adott kötetcsoporton belül. Ugye az informatikában szeretnek nullától számozni dolgokat, mások meg egytől. Itt is ugye eléggé vegyes felvágott, van ahol egytől számozunk, van ahol nullától, ez éppen nullától. Valódi jelentősége őszintén szóval nem túl sok. Na most, tehát PV Create néhány diszkre, VG Create, majd az így létrejött virtuális disk szeletelés, és azt mondom, hogy LV Create. Eredményeképpen végre megkaptam azt az eszközfájlt, amit ugyanúgy használhatok, mintha ez valódi diszk lenne. Az eszközfájl, mint mondtam, per def, per volume group neve, per logikai kötet neve, fájlként jelenik meg. Na most, erre majd visszatérünk. Jelenleg annyit kell róla tudni, hogy technikai okokból ez a logikai kötet más néven is elérhető a könyvtár struktúrában, ez pedig a per def per mapper névre adó hallgató könyvtár, volume group neve kötőjel logikai kötet neve, nevű fájlként is elérhető. Jelen pillanatban valódi jelentősége nincs, én őszintén, ha javasolhatnám, arra szokjál rá, hogy vagy az egyik, vagy a másik névkonvenciót használt, de mondjuk ne nagyon kevert. Viszonylag könnyű összerendelni, hogy melyik micsoda, mert hogy simlink az egyik a másikra. Ennek ellenére az mindenképpen zavaró, ha néha per def per mapper beli, máshol meg per def per volume group beli eszközfájlokat használsz. Ezt nyilván csak akkor tudod még ennél is jobban elbonyolítani, hogyha ezzel a két különböző nével ugyanarra hivatkozol. Akkor szinte garantálható, hogy egyszer valahol össze fogsz omlani. Mert nem tudatosítod esetleg magadban, hogy két különböző irányból ne akarjad már ugyanazt a teljesen egy adott hardvert elérni egyidejűleg, mert nem biztos, hogy le fogja kezelni. Azaz, magából a LVM elnevezési konvencióból viszonylag könnyű mind a kettőt levezetni, mert per def per volume group név per logikai kötet név, meg per def per mapper per volume group név kötőjel logikai kötet neve, és mindegyik teljesen egyértelmű, ennek ellenére vagy így, vagy úgy hívjuk. Mindegy egyébként, hogy melyik néven. Ma talán egy picit elterjedtebb, kicsit jellemzőbb a volume group név per logikai kötet formátum, tehát ugye ahol nem a mapper alatt látszódó nevet használ. Na most, gyakorlatilag tulajdonképp azt lehetne mondani, hogy eltelt egy szűk fél óra, és végeztünk az LVM-mel, mert hát ennyiből állt a dolog. Az más kérdés, hogy ettől persze pont a lényeg nem derül ki, hogy ez miért jó nekem, hogy a valódi diszkkezelés helyett ráraktam egy szoftver réteget, és innentől másképp hívunk ugyanazt a szerencsétlen diszket. Mellékesen egyébként minden további nélkül azt is lehet, hogy te veszel egy diszket, valóban partícionálod,
az egyes partíciókból hozol létre fizikai köteteket, ezekből a fizikai kötetekből különböző kötetcsoportokat hozol létre, akkor a lehető legrosszabb módját választottad az elmélyem használatának, pont a rugalmasságát veszíted el. Általában az a módszer. Egy diszk, egy LVM fizikai kötet, lehetőség szerint úgy, hogy a teljes diszket lefedő partíciót használod, de aztán a továbbiakban ezt a több diszkből összeállíthatom, és több részre felszabdalhatom funkcióját, viszont kihasználhat. Na most, tehát, odáig jutottunk el, hogy volt egy LV create, és mondtam, hogy ugye a folytatásban erre a diszkeszközre ugyanúgy rakhatsz file rendszert, illetve ugyanúgy rakhatsz web területet, és használhatod. Azon a szinten, hogy a továbbiakban a per RTC per FSTAB-ban minden további négű felveheted a per, def, per, volume group neve, per logikai kötet neve, vagy esetleg a per, def, per, per könyvtárbeli hivatkozást erre a virtuális diszkpartícióra. Na most, pár ilyen mellékes információ. Amikor a diszkeket, a fizikai diszkeket használod, akkor általában szokták az emberek tudni, hogy ott van valami alacsony szintű, címezhető terület. Valami szektor, vagy mi az Isten? Ez megvan? Oké. Okay. Miért jó az nekem? Ki mondta, hogy jó az nekem? Kell nekem azt tudni? Hol kell egyáltalán a szektorokkal foglalkoznom? Egy valódi disknél. Na, azért egyetlen helyen a szektor az mindenképpen előkerül. Felejtsük el a Linuxot, most nem lennék az, általában számítógépes környezetben. Jó, csak picit mond részletesebben, hogy mire gondolsz. Mekkora legyen az alapértelmezett szektorméret? Na most itt azért némi, hogy is mondjam, csak értelmezésbeli félreértések vannak. Ugyanis amikor te a formázásnál mondasz egy szektorméretet, az a file rendszernek a úgynevezett szektormérete, ami egyébként itt is létezik, a MKFS parancs megfelelő opciójával itt is állíthatsz ilyesmit, csak mondjuk itt nem szektorméretnek hívják, hanem blokkméretnek. A nagyobb baj, hogy pontosan ugyanígy szektornak hívják a diszk fizikai saját jellemzőjét, ami ugye a formázástól független valami. Mekkora szektorméretet használnak ma a diszkek? Hallalala, rég vettél diszket. Szóval 512 volt nagyjából 2500 évig, és az elmúlt pár évben jelentek meg a 4 kilobájtos szektorméretű diszkek. De a lényeg egyébként egy, hogy van egy fix, konkrét méret, és ott jön ennek egyébként a jelentősége, hogy amikor te például particionálsz, akkor garantáltan olyan partíciót fogsz létrehozni, ami egy teljes szektort. Vagy ide, vagy oda pakol. Olyan nincs, hogy egy diszszektor egyik fele az egyik partíció, másik fele a másik partíció. Körülbelül ez az utolsó pont egyébként, ahol a diszszektorokkal a technikailag foglalkozni kell. Tovább megyünk, ugye van az a koncentrikus kör, hogy hívják? Kör. Sáv. Mi a cilinder? Több platin az egymás fölötti. Sáv. Na most, ez hol jön elő? Még mindig szintén a particionálásnál. Általában, amikor particionálsz, akkor majd te ugyan adsz egy méretet, ő meg mit csinál? Sávhatárra igazít. Sőt, bizonyos partícióra konkrétan cilinder határa is igazítanak, mondvá, hogy az, hogy egy szektort szétszórjak, annak technikai okai vannak, hogy nem tesszük, az, hogy most egy teljes sávot, vagy egy teljes cilindert odaadjunk egy partíciónak, vagy szétszórjuk kettő-három közé, annak egyszerűen gyakorlatilag teljesítmény okai vannak, hogy nem tesszük. Ennek persze ugye az a vicces következménye van, amikor az ember azt mondja, hogy én most kisakkozom, hogy nekem 748 gigabyte kell, én megadom, ő meg boldogan tesz rá nagy évben, és elkezdi igazgítani, és aztán mondja, hogy hát ennyi lett, de nekem nem ennyi kell, hanem annyi kell. Na most még egyszer mondom,
van olyan particionáló, amelyik azt mondja, hülye vagy, hülye vagy. És sávhatárra ugyan igazítja, de mondjuk azért egy egész cilindert már nem ad neked oda, hanem azt mondja, hogy jó, akkor sávhatárra igazítva megkapod, és egyébként lesz egy némileg gyengébben muzsikáló diszkparticionálásod, mert lesz nagy eséllyel két partíciót, akik osztoznak ugyanazon a cilinderen. Na most ez nem jó, maradjunk annyiban. Na most, ez, hogy teljesítmény, illetve fizikai okokból vannak ilyenek, hogy szektorméret, meg blokkméret, meg sávméret, meg mit tudom én micsoda, ehhez nagyon hasonló létezik az LVM-nél is. Csak ők nem így hívják, nem sáv, meg cilinder, hanem ők úgy hívják, hogy extent. Azaz, amikor te a VG Create műveletével előállítod a virtuális diszket, akkor ennél a pontnál és utoljára ennél a pontnál megadhatod ezt a bizonyos extent méretet, amely extent méret fél K, 1K, 2K, 4K, 1TB, 10TB, te határozod meg. És pontosan ugyanaz a szerepe, mint annak a szerencsétlen szektorméretnek a diszken, hogy amikor te particionálod, akkor bizony nem tudsz olyat, hogy egy szektort két helyre adsz. Tehát amikor te a virtuális diszkeden azt mondtad, hogy LV Create, akkor garantáltan egy teljes extentet ő meg fog kapni, függetlenül attól, hogy te hogy mondtad meg a méretet. Tehát, pillanatra visszalépek, ide én azt írtam, hogy elvégét minusz el 100, volume group 1. És azt mondtam, hogy 100 megabájtos szeletet hoztam létre. Most akkor az egyszerűség kedvéért azt mondom, csak 10-eset akarok. Jó, akkor az nyilván arról áll, hogy elvégét minusz el 10, volume group 1. Na most, tételezzük fel, hogy amikor a volume groupot létrehoztam, akkor 4 megabájtosra lett beállítva az extent méret. Akkor ebből valami apró probléma adódik. Mi a probléma? Hogy ugye egy fél extentet kéne neki odaadni. Ami nyilván ugyanúgy nem megy, ahogy egy fél szektort nem tudsz odaadni egy partíciónak. Tehát ilyenkor ugye lesz egy kerekítés. Két lehetőséged van, elfogadod a kerekítést, ami ha jól tudom egyébként fölfele kerekít, tehát nem 10 megás lesz, hanem 12, pont ugyanúgy, mint a hagyományos diszkparticionálásnál. Én kértem 76 terabájtot, ő meg ad nekem 77,13-at. A másik fele, hogy egyébként nem az itt látható módon megabájtban adod meg a méretet, hanem extent darab számban adod meg a méretet, arra egyébként a kis opció szolgál. Amivel ugye van egy nagyon kellemes zavaró tényező. Mondtam én, hogy mennyi az extent méret? Nem, azt mondtam, hogy ennél mi van, ha 4 megára vettem. Azaz, ez általában csak akkor jó, ha te tudod, hogy mekkora az extent méret, mert ebben az esetben ugye ki tudod számolni, hogy akkor hányat kell megadod a számodra szükséges méretet. Legalábbis én abból a egyébként nem feltétlenül igaz alapállásból indulok ki, hogy te tényleg precízen és jól definiált okokból meghatározható módon kérsz akkora partíciót magadnak, amekkorát kérsz. Nyilván egy eléggé gyakori dolog, 50 giga jó lesz. Igazából 17 is röhögve elég lenne még 6 évig, de ezzel jól fölülbecsültem. Nyilván ebben az utóbbi esetben most tök mindegy, hogy ő most 50-et fog, 48-at, 52-t, 79 és felett, lényegtelen. De mondjuk amikor az ember sajnos kénytelen kisebb diszkekkel sokkal jobban elaprózva játszani, akkor már marhára nem mindegy, és ott már bizony lehet, hogy tényleg az úristen ki kéne sakkozni, mert ne nagyon szűk a hely, hát akkor ide 4 extentet, oda 5-öt, oda 9-et, oda 17-et, és így szétosztom. Kettő között nincs valódi különbség, mindkét esetben te extenteket fogsz odaadni ennek a úgynevezett logikai kötetnek, és teljes extenteket. Na most, rendben van,
Tehát most már van egy olyan fogalom, ami erőteljesen hasonlít a fizikai diszkek szektor méretéhez, annál egyébként jóval nagyobb, tehát nagyságrendileg nagyobb. Mert tényleg megabájtokban szokták az extend méretet használni. De a lényeg, hogy az a bizonyos VG Create műveleténél meghatározott extent méret, az meghatározza, hogy a későbbiekben te mennyire finoman tudod szabályozni az egyes partíciók, vagy csak logikai partíciók méretét. Azaz, ha te azt mondod, hogy bocs, nálam 10 giga nem oszt, nem szoroz, akkor nyilván dönthetsz úgy, hogy jó, hát akkor az extend méretet 4 gigabájtos egységekben állítom be. Őszintén azt sem tudom, hogy lehet ekkora extend méretet. És akkor ott már 3 extend jó lesz. Így használod. Nyilván van az, akinél ez számít, és tényleg fontos, és nincs fölösleges pazarolni valója, ellenben nagyon ki van centízve a terület, az meg azt mondja, hogy jó, hát akkor viszonylag kisebb extent méreteket használok, mert így kicsit finomabban tudom szabályozni, hogy melyik virtuális partíció mekkora lesz. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy mivel az extentekről valami információkat tárolni kell a rendszernek, hát ez némi helyet igényel, tehát persze lehet azt mondani, hogy ha nagyon nagy extenteket használsz, akkor az adminisztrációs terület kicsi, tehát nem pazarolsz annyit, míg ha kicsi, akkor az adminisztrációs terület lesz nagy. Ennek ellenére maradjunk annyiban, hogy az extent mérettel azt szabályozod, hogy mennyire akarod te tényleg finom hangolni az egyes partíciók méretét. Nem jellemző egyébként, hogy 1-2 mega alá mennének az extent mérettel, ami azért az 512 bájtos szektor mérethez, vagy akár a 4K szektor mérethez képest eléggé durva lépés. De ez te az utolsóként a VG Create műveletben szabályozhatod. Itt lehet ugyanis megmondani, hogy mekkora extenteket akarsz használni. Na most. Szóval, ha megvan az extent, akkor ugye ott tartunk, hogy van nekünk 3 objektumunk, amiről eddig szó volt. A tulajdonképp a fizikai diszk. Úgy hívják, hogy fizikai kötet, PV Create-tel hozod létre. A virtuális diszk, az LVM szóhasználatában volume group, vagy kötetcsoport, ami úgy viselkedik, mint egy diszk, ameddig szabad terület van, addig lehet szabdalni. Egyébként ez egy eléggé lényeges eltérés, hogy nem áll úgy, hogy hát 4 partíció aztán oszt be magadnak, vagy ha több kell, akkor játsszál, bohockodjál a logikai diszkekkel, meg extended partíciókkal. Nem, hát az LV Create azt itt elég sokáig lehet húzni. Őszintén nem tudom, hogy a 256 itt egy létező korlát-e vagy nem, de mondjuk 256 logikai kötetet egy konkrét kötetcsoporton meg biztos, hogy lehet csinálni. Na most, és ugye az utolsó, hogy a virtuális diszk virtuális partíciójaként emlegetett, ugye logikai kötet, vagy logical volume nevű objektum. Ezeknek mindnek van egy halom jellemzője. Ezeket az információkat kérdezheted le, ezekkel az egyébként viszonylag logikus nevű parancsokkal, mint látható, van egy hosszabb parancskészlet, PV Display, VG Display, LV Display, illetve egy PVS, VGS, LVS, némileg rövidebb nevű parancskészlet. Azt nem mondom, hogy ezek pontosan lefedik egymást, és kettőtök ugyanaz. Vannak dolgok, amiket az egyikben is vannak, amit a másikban tudsz lekérdezni. De ezek a nevükből kitalálható konkrét objektumok jellemzőit kérdezik. És ezeket a jellemzőket ugye, számodra valamilyen értelmes formával hozzák. Na most, például, amikor te összefogsz néhány fizikai kötetet és csinálsz belőle volume groupot, majd aztán a volume groupot ugye szeleteled és lesz egy logikai kötet, akkor, hogyha annak a logikai kötetnek adtál méretet, tehát ugye már legalább egy darab szerencsétlen extentből azért áll, akkor valahol ez az extent fizikailag tárolódik. Az extent onnantól kezdve foglaltnak minősülő extent. Ez például egy olyan információ, amit le lehet kérdezni. A PV Display megmondja, hogy ez a
fizikai kötet áll 150 extentből, amiből jelenleg 3 használatban van. És ha kell, akkor azt is meg lehet tudni, hogy ez melyik logikai kötethez tartozik. Mivel ugye egy fizikai kötet mindig egyetlen volume grouphoz tartozik, tehát ez ugye nem kérdés, hogy annak a volume groupnak valamely logikai kötetét és annak valamely extentét tárolod te ezzel a bizonyos, mondjuk úgy, virtuális szektor. Az a szép, hogy attól a pillanattól, hogy te azt mondtad, hogy LV create, attól ő már foglalt, függetlenül attól, hogy egyébként nem raktál még rá egy bit adatot sem, semmilyen módon. Ezt még nem kezdted használatba venni. Ugyanilyen módon a volume group display parancs meg arra képes, hogy elmesél, hogy az egész volume group áll 1800 extentből, amiből per pillanat 713 ki van osztva a 1-es, a 3-as és az 5-ös fizikai köteteken vannak ezek az extentek szétszórva. Ezt is le lehet kérdezni. Logikai köteteknek ugyanígy. Tehát ugyan folyamatosan arra abba az irányba mentem, hogy itt nem tudjuk, hogy hol van a diszken az adat, ez azért ennyire persze nem igaz, ha kell, akkor természetesen ki lehet deríteni. Van itt olyan ember, aki SANT használ? Van. Szoktad tudni, hogy hol vannak a ő általa kiajánlott lunok mögötti diszterületek? Szóval kit érdekel tulajdonképpen? Amíg nincs gond, addig kit érdekel? Amikor meg van gond, akkor már kijön a storage gyártója és megoldja, hogy ne érdekeljen. Itt ugyanez a helyzet. Ha kell, akkor persze le tudod ezeket az infókat kérdezni. Mert egyértelműen meghatározható, hogy a 3-as logikai kötet az elfoglal 5 extentet ezen a diszken, 3-at meg azon. Tehát igenis tudod. Legfeljebb a kérdés, hogy kell ezt neked tudni a normál működéshez. Ha gáz van, akkor persze lehet, hogy kell tudnod. De addig, amíg nincs probléma, addig ez senkit nem szokott érdekel. Na most, a használathoz a következő lépés az az, hogy jó, rendben, megcsináltuk, használjuk, és még mindig nem látszik, hogy mit nyertem vele. Azaz nem látszik az, hogy ez azon kívül, hogy összetudok 3-4-5 diszket fogni virtuális diszkbe, amit aztán felszabdalok 16 részre, az nekem miért jó? Hát például azért, mert mi van akkor, ha fizikai korlátokba ütközök? Mondok egy egyszerű fizikai korlátot. Mekkora a kapható legnagyobb diszk? Egy darab önállóan megcímezhető diszk. Mondjuk 4 tera. Nyilván nem mindennapos probléma, de mit csinálsz, ha neked egy 5 terás fájt kell tárolnod? De csak 4 tera diszk van. Itt jön elő az, hogy elmegy a fejlesztő a jóba, ha ő ezt így tervezi meg, de tételezzük fel, hogy mégsem ez a hivatalos álláspont, hanem meg kell tudnod oldani. Ekkor jön, hogy hát bizony diszdobozokat kezdünk el venni. És elkezdünk ilyen-olyan-amolyan virtualizációs mechanizmussal a fizikai diszkeknél nagyobb diszterületeket előállítani. Itt az eszköz rá. Ingyér, bérmentve a Linux kernel nyújtja a lehetőséget. Veszel 2 darab 4 terás diszket, partíció, partíció, pv-create, pv-create, majd becsülöd 1 darab volume groupba. Utána már csak 1 lépés van hátra, a vg-create után azt mondod, hogy pv, lv-create, hagyd ne számoljam már ki! Hogy hány darab extendből kell állni, vagy hogy kell leírni azt, hogy 5 terabájt. És készen van. És ugyan fizikailag természetesen szép lesz szólva a diszkeken, de ez téged nem kell, hogy érdekeljen. Tehát ez az egyik fele a dolognak. A másik fele az, hogy viszont lehet azért ezt egy picit tovább hangolgatni. Hogy azt mondja? Őszintén szólva, most az első sort egy pillanatra átugranám, és nézzük a másodikat meg a harmadikat. VG extend és LV extend, a nevéből azért rá lehet jönni.
a VG Extend egy már meglevő volume groupot, tehát ugye a virtuális diszket növel meg. Használata egyébként eléggé egyértelmű. Veszek egy diszket, megparticionálom, LVM partícióként állítom elő, PV Create-tel előkészítem a használatra, majd azt mondom egy már meglevő volume groupra, hogy azt a volume groupot ugyan bővítsük már ki ezzel a diszkel. Végé. Extend, vol group 1 per def per SDU 3. Mi lett a lényeg? A virtuális diszkem megnőtt. Lett rajta egy halom, szabad, még fel nem használt extent. Miért érdekes mindez? Mert azt is tudom mondani, hogy LV extent, aminek logikus módon paramétere lesz az, hogy mennyivel vagy mekkorára akarom kibővíteni azt a szerencsétlen logikai kötetet, de az LV Extend működéséhez szükségem van a volume groupban szabad diszkterületre. Szabad, még el nem használt extendre. Tehát, ha azt mondom, hogy úristen, betelt a diszk, az a klasszikus környezetben mit jelent? Begyűjtjük a nagyobbat, lementjük a régi diszk tartalmát, kidobjuk, berakjuk az újat, visszatöltjük rá, használjuk, állásidő macera. Itt meg tulajdonképp az állásidő az első közelítésben annyi, amennyi a diszk fizikai behelyezéséhez kell. Mondjuk ez szerver környezetben nem szokott problémát okozni, mert ugye a hotplug diszkek azért már elő-elő tudnak fordulni, tehát állásidő nincs. Azt mondom, hogy F-disk. Eddig se volt róla szó, hogy ehhez le kellett volna bármit is állítani, mert egy új diszket partíció nem kell leállítani semmit. PV-kré. Hozzányúlok egy diszkhez, akit senki nem használ, nem kell hozzá állásidő. VG Extend, ez ugyan nem hangzott el, de ki lehet találni, ez sem igényel állásidőt, azaz a kibővített virtuális diszk, az úgy áll a rendelkezésemre, hogy még eddig egy másodpercet sem kellett leállítani semmit. Következő lépés az LV Extend, amikor ugye megmondom, hogy az immár rendelkezésre álló szabad területtel, vagy a szabad terület felhasználásával, azt a logikai kötetet szeretném megnövelni 10 megáról 50-re, vagy 10 megáról 40-nel többre. Kinek hogy szimpatikus a megadásának a módja. És ehhez sem kellett állásidő. Azaz per pillanatot tartunk, hogy ha rosszul indultam neki, tehát olyan hardvert használok, amelyen nincs hot plug lehetőség, akkor volt állásidő annyi, amennyi a diszk berakásához kellett. Na de ha sant használok, hát akkor ez nem létező állásidő. Ha rendes szervergépet használok, amihez ugyebár hotplug kontrollerek járnak, akkor bedugtam a diszket és ennyi történt, nem volt állásidő. Elvégeztem a F-disk, PV-create, VG Extend, LV Extend műveletet és még sehol nem volt állásidő. Az más kérdés, hogy itt most eljutottunk a kínos helyzetbe, ugyanis van egy ekkora diszk, de azon egy ekkora fájrendszer van. És itt dől el, hogy neked most kell állásidő, vagy nem kell. Van a fájrendszer, ami tud online növelést, és van fájrendszer, amelyik offline növelést tud kizárólag. Magyarul, ha rosszul választottál, akkor ebben a pontban le kell állítani az applikációkat, azt kell mondani, hogy U-mount, arra a szerencsétlen fájrendszerre, azt kell mondani, hogy nem tudom én milyen parancsal megnövelem a fájrendszer méretét a diszken. Sokat mondok, 20 másodperc. Mount, indítható az applikáció és készen vagy. Ha jól választottál a fájrendszert, akkor ezt sem kell leállítani semmit, mert miután megnövelted a diszket, utána meg tudod növelni a fájrendszer is, szintén online van.
Most már érthető, hogy miért jobb egy picit, vagy inkább miért rugalmasabb egy picit az elméjel? Mert az ilyen átparticionálások, meg át akarom az egészet struktúrálni, ez a hagyományos mechanizmussal iszonyatosan macerás és baromi sok állásidőt eredményez. Arról nem beszélve, hogy természetesen minden olyan műveletnél, ami a diszkeken kotorászik, minden normálisabb dokumentáció úgy kezdődik, hogy mentesz. Elvileg itt is, de hogy ott sem mindig szokták megcsinálni, itt sem mindig szokták megcsinálni. Talán itt egy pici nüansznyival, csekélyebb eséllyel fog fejre állni és elveszíteni a mentésed hiányában az adataidat. Azaz, az, hogy te most használsz LVM-et vagy nem, az mondjuk egy desktop környezetben, laptopnál, hát eléggé kérdéses, hogy hol jó ez neked. Tipikusan ugye ritka az, hogy a laptopot két diszk kezelni tud, jó van, de most nyilván valódi belső diszkekre gondolok, nem pedig én ezért rádodok kívül és hurcolom magammal, mint a pórázon a kutyát. De nem jellemző azért, hogy te sokat akarsz, ráadásul ma egyre jellemzőbb az, hogy nem kezdik el szétdarabolni a diszket 73 részbe, hanem csinálunk két partíciót, az egyik fájrendszer, a másik swap, és legyünk vele boldogok. Itt a boot még egy kicsit belekavar, de egyébként többé-kevésbé készen vagy. Szerver környezetben viszont sokkal reálisabb az, hogy egyszer csak hirtelen megváltoznak az igények, és eddig ugyan egy ilyen három user piszkerálta 5 megabájtos adatbázisocska, igazából adatbázisnak se kéne hívni, egy nagyobb méretű táblázat, azt javogy holnaptól 500 user tolja, és másodpercenként fél terra adat kell, hogy erre rákerüljön. De hát ember! Semmi gond, Józsi, hetente kapsz 3 diszket. Nocs, állásidő, ilyesmi, hogy lesz? Te vagy az informatikus, majd megoldod. És ha az LVM-et választod, akkor tulajdonképp viszonylag fájdalomszentesen meg tudod oldani. Na most, végére gyúsz, elvére gyúsz, szerintem nem kell nagyon magyarázni, ez ugye az ellentétes irány a dolognak. Azaz, ha a kötet csoportban van olyan fizikai kötet, amelyek mindegyik extense szabadnak minősül, tehát nincs kiosztva semmelyik logikai kötethez, akkor azt a diszket úgy, ahogy van a végére gyúszszal ki lehet onnan konfigurálni. A elvére gyúsz pedig logikusan az, amikor te összébb akarod nyomorítani a partíciót. Na most, két apró megjegyzés. A növelésnél előbb növelted a diszket, utána rajta a fájrendszert. A csökkentésnél fordítva. Először összenyomorítod a fájrendszert, és csak utána csökkented le elvére gyússzal a logikai kötet véletét. Ráadásul online, offline, speciál online csökkenteni úgy azt hiszem körülbelül senki nem tud. Illetve lehet, hogy van olyan fájrendszer, talán egy, amelyik akár még csökkenteni is tud online-ba. Ez már általában offline műveletként van, ha egyáltalán van implementálva. Van olyan fájrendszer, ahol sajnos a lementjük, újra megcsináljuk, de már kisebb, visszatöltjük, az egyetlen módszer. De ha jól választasz, akkor ezzel sincs gond. Az más kérdés, hogy azért reálisan sokkal gyakoribb igény a fájrendszer növelés, mint a fájrendszer csökkentés. Ráadásul, hogyha én külön a szádba rágom, hogy a csökkentés az még itt is fájdalmas, akkor pláne több értelme van annak, amit már az elejétől fogva mondok. Annyit konfigurálsz egy-egy logikai kötet méretének, amennyi a reálisan a szükséges minimum. Innentől kezdve valószínűleg nem kell senkit csökkentened. A szabad területet meg majd ugye odaadogatod azokhoz a logikai kötetekhez, akiknél ténylegesen elfogy a hely. És ebben az esetben ugye marad az, hogy igazából csak növelned kell. Tehát őszintén szólva, elvére gyúszt, nem tudom, hogy az elmúlt 20 évben láttam-e már egyáltalán,
hogy valós igényként felmerült. Nyilván kivéve a tesztkörnyezet, meg labor, meg házi feladat, meg izé. Tehát normális körülmények között tudjál róla, hogy van, és tudjál róla, hogy nehézkesen, mint a növelés, tehát értelmesen tervezzél, onnantól ne is kelljen vele foglalkozni. Na most, az elvére move ki lehet találni, megszüntet egy logikai kötetet, természetesen a rajta levő fájrendszer ne legyen használatban, tehát ugye csatold le umount, ha swap volt, akkor ugye swap off. VG remove nyilvánvalóan ugye az egész kötet csoport megszüntetése. A PV remove az meg tulajdonképp annak a bizonyos LVN header struktúrának, amit a PV create rátett, annak a leszedése az adott diszkra. Na most, van még ezen kívül 1 millió egyéb parancs, például van egy olyan parancs, hogy egyszer úgy jön, LVM, és aztán alparancsokkal mondod meg, hogy te most fizikai kötetet, volume groupot, logikai kötetet, csökkentesz, növelsz, átméretezel, hozzáadsz lé, és ugye a paraméterei. Tehát akit a dolog érdekel, persze elég mélyen bele lehet ásni magad, elég sok parancs áll rendelkezésre. Na most, itt van egy megjegyzés, ez tényleg megjegyzés, tehát akit a dolog érdekel, mélyebben akar nem használat, hanem működés szempontjából látni a dolgokat. Az LVM az immár a második verzióját használja a Linux. A második verziót egy úgynevezett Device Mapper névre hallgató kernel rétegre építve állították elő, és egyébként csak az érdekesség kedvéért úgy történt a Linuxos LVM, hogy maguk elé vették a HP dokumentációját, és a HP Unixban ugyanezen a néven létező LVM keretrendszert megvalósították. Parancs szinten és névkonvenció szintjén azonosan, belső struktúrában teljesen más egyébként. Viszont van egy nagyon jó leírás arról, hogy maga a device mapper hogy működik, miket lehet vele csinálni, ugyanis a vicc az, hogy baromi sok dolgot meg lehet csinálni. Ha kell, akkor egyébként mirroringot, stridingot, nem javasol, félreértés ne essék, de ha kell, meg lehet csinálni. Lehet csinálni ilyen vicceket, hogy veszek két diszket, és a két felét összerakom egy harmadikká. Pláne fordítva, a diszket félbevágom, és két fordított sorrendben hozom létre, és állítok belőle egy virtuális diszket. Fizikailag a valós értelmét nehezen tudnám megmagyarázni, de a lehetőség persze adott. Na most, itt átléptem azt, hogy PV-scan, VG-scan, LV-scan. Gyakorlatilag arról van szó, hogy rá lehet beszélni a rendszert, hogy ugyan térképezzem már fel, hogy mi van itt. Vannak itt olyan eszközök, amiket LVM-re előkészítettünk? Ugyan kik azok? Mondja már meg neki. És ad róla mindenféle információkat. Tehát össze lehet akár gyűjteni is. Azaz, akár egy teljesen ismeretlen rendszerből is el lehet kezdeni. Na jó, akkor nézzük már meg, mi a helyzet itt LVM szintjét. Vannak ilyen eszközök, és hogy kell utatkozni. Úgyhogy, én most úgy gondolom, hogy ha emlékeim nem csalnak, akkor az LVM-nek itt a végére értem. Azaz szünet.